A Fekete László Zeneiskolában június 15-én zárták be a 2021-22-es tanévet a hagyományos ünnepélyes keretek között. A bizonyítványok kiosztása előtt a tanév értékelése, elismerések átadása, illetve egy kis hangverseny zárta az eseményt. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Fekete László Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2021-2022-es tanévének záró ünnepségén. Először is megkérek mindenkit, hogy énekeljük el közösen a himnuszt. Ehhez megkérem kolléganőmet, Taraszoló Mariannát, hogy járjon hozzá kísérettel. Izgalmas és rendhagyó volt azért, mert ezt már több fórumon is hangoztattam, de gondolom, hogy még sokan nem tudják, hogy az idei tanévünket egy új, átszervezett formában kezdtük, négy új telephelyet nyitottunk. Ennek a négy új telephelynek köszönhetően tanulóink száma is meglehetősen nőtt, 100 fővel gyarapodtunk, és 6 új kolléga is csatlakozott csapatunkhoz. Úgyhogy ez a feladat, hogy mi ezeken az új telephelyeken megfelelő minőségű, a zeneiskola múltjához méltó oktatást biztosítsunk, ez egy meglehetősen izgalmas és rendhagyó feladat volt, de örömmel mondhatom, hogy sikerrel jártunk, és szépen sikerült mindenhol elindítani ezeket az új feladatellátási helyeket, és a munka mindenhol zavartalanul folyt. Rendhagyó volt azért is, mert bár már szeretnénk elfelejteni ezt az időszakot, de a tanévünk elejét még a Covid-világjárvány miatt hozott szigorításoknak, különböző szabályoknak a jelenlétével kellett elindítanunk. Ennek köszönhetően ugye maszkhasználat volt kötelező, az első hangversenyeinket ugyan mi meg tudtuk tartani nyilvánosan, de ahogy egyre jobban mentünk bele az őszbe, majd a télbe egyre szigorúbb szabályok vonatkoztak ránk, és ezeket már csak zárt helyben tudtuk lebonyolítani. Hagyományos hangversenyeink is
ennek az árnyékában valósultak meg. Az Orius az utolsó hangversenyünket örültük, hogy meg tudtuk egyáltalán szervezni, szóval egy nagy előrelépés volt az azt megelőző évhez képest, viszont itt is még védettségi kártyához, maszk használathoz volt kötött a részvétel, ez nyilván rányomta a bélyegét az eseményre. Farsangi koncertünk is ugyanebben a cipőben járt, itt is hasonló keretek között tudtuk megszervezni. Aztán ahogy kitavaszodott, így a zeneiskola életünk is kivirágzott és megújult, és egyre sűrűbb, egyre gazdagabbá vált az életünk, és végre beengedhetünk mindenkit a hangversenyeinkre. Normál keretek között tudtuk őket megszervezni, és úgy gondolom, hogy ezek a normál keretek meglehetősen felértékelődtek így az elmúlt időszakban. Sokkal nagyobb örömmel gazdagítottak minket, mint a Covid világjárvány előtt. Tehát amit mi annak idején normálisnak gondoltunk, azt ma én tudom, hogy értéknek. A hagyományainkat az elmúlt évekhez hasonlóan tudtuk folytatni. Az említett őszi-tavaszi növendék hangversenyek mellett Mikulás, illetve anyáknapi hangversenyeket szerveztünk. Ezt nem csak székelyünkön, hanem telepelyeinken is. Valamint végre 4 év után sikerült megszervezni 10. tanulmányi versenyünket, melyen idén 39 tanuló, mert azért úgy gondolom, az egy nagyon szép létszám. A versenyen szakmai zsűri értékelt a produkciókat, aranyezüst és bronz minősítéseket osztottak ki a zsűri tagjai, valamint egy vándorkupa volt az első helyezettnek a díja, aki nem volt más idén, mint Cserniszki Már Gyula. Nagy tapsot kérnék neki. Serleg ennek a 20 éves hagyománynak nyomán elindított Vándor Serleg most 2 évig hozzá kerül, és majd ő fogja továbbadni a 11. tanulmányi versenyen. Újdonságnak számít, hogy az idén első alkalommal egyik telephelyünkön is tudtunk tanulmányi versenyt szervezni, mégpedig a Tiszaterzsi telephelyünkön, úgyhogy nagy örömmel töltött el engem, és bízok benne, hogy ennek a jövőben is majd tradíciója lesz, és egyre több telephely kap majd kedvet ahhoz, hogy ott is ilyen kis házi versenyt szervezzenek. Nem csak házi versenyeken vettünk részt, hanem különböző regionális, országos versenyeken, országos megméretetéseken. Ilyen volt a 15. országos karinét verseny, Miskolc területi válogatója, itt 2 tanulónk szerepelt nagy sikerrel. Ezen felül fafúvós tanulóim, fúvola, karinétos és szakszofonos tanulóink a Miskolci regionális fafúvós versenyen arattak nagy sikert. Itt rengeteg emléklap, első-második helyezés került kiosztásra, valamint egy esetben lehetőséget kapott egyik tanulónk, hogy a Miskolci szinkronikus zenekarral együtt játszhasson. Ütőtanszakunk se maradt ki a sorból, 2 tanulónk szóló és dúó versenyen vett részt, a szolnoki Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola által szervezett legionális versenyen. Ugyanez az intézmény szervezte meg a harmadik részfúvós fesztivál, melyen 8 tanulót indítottunk. Itt is arany, ezüst és bronz minősítések kerültek kiosztásra. Szóval meglehetősen gazdag évünk volt, visszautalva mondandóm elejére, azzal kezdtem, hogy nagyon izgalmas tanévben vagyunk túl. Ezekhez az izgalmakhoz, örömteli eseményekhez nagyban hozzájárultak ezek a versenyek és a verseny eredmények. De nem csak versenyeztünk, és nem csak a saját falainkon belül adtunk koncerteket, hanem rengeteg felkérést teljesítettünk. Többnyire Tiszafüred város önkormányzatától, valamint a Kovács Pál Művelődési Központtól érkeztek ezek a felkérések, akikkel már nagyon régóta nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Ilyenek voltak például a Magyar Kultúra Napja, a Nemzeti Összetartozás Napja, a Pünkösdi Koncert, utóbbi a Református Egyház szervezésében, illetve a Fúvós Zenekarral adott majális március 15-e, a Kis Zenekarral adott főtéren adott tavaszi zsongás elnevezésű rendezvény.
Szóval rengeteg helyen megfordultunk ebben az időszakban, és ez mind hozzájárult ahhoz, hogy ez a tanév eseménydúsnak mondható. Túl nyúlnak a kapcsolataink a város határain, ugyanis versenyeken kívül különböző szakmai rendezvényeken vettünk részt. Ilyen volt például a debreceni Kodály Zoltán Szeremészeti Szakgimnáziummal közösen megtartott szakmai napunk, amikor ellátogattak hozzánk az ottani intézmény tanulói, tanárai, és itt bemutató órát, illetve egy magas színvonalú gála hangversenyt adtak, valamint helyben is megszervezésre került szakmai nap, ezen is örömmel vettünk részfogós tanulóinkra. A jó kapcsolatot mutatja, hogy nem csak a szervezett rendezvényeken veszünk részt, hanem a tanszakok, illetve a tanárok között is nagyon jó kapcsolat van. Ennek köszönhetően több alkalommal megjelentünk különböző meghallgatásokon, például az ott tanító trombita tanárnál, és legújabban pedig a klarinét és szakszofon tanár is foglalkozott növendékeinkkel. Egy ilyen erős kapcsolat, hasonlóan erős kapcsolat mutatkozik, és egyre erősödő kapcsolat mutatkozik az Egri Farkas Ferenc Zeneiskolával is, akivel folyamatosan konzultálunk, folyamatosan együttműködünk, illetve az idén egy kurzus sikerült lebonyolítani, mely a trombitásokat érintette. Tóth Zoltán trombitaművész látogatott el az intézménybe, és ő tartott egy mesterkurzust. Aktívan és passzívan is részt vettek tanulóink, bemutató órákat, közös koncerteket tartottak. Szóval ennek a sok-sok eseménynek köszönhetően, és ezekhez fűződő rendszeres gyakorlásnak, rengeteg munkának köszönhetően érezhető volt az a szakmai fejlődés, ami a Covid időszak alatt is ugyan megvolt, de most ez hatványozottabban. Ezt leginkább a tanévvégi vizsgákon tapasztaltuk, Lengyel Péter intézményvezető helyettes úrral részt vettünk az összes tanuló tanévvégi vizsgáján, és hát tényleg nagyon kidolgozott, részletekbe menően megmunkált produkciók, és nagyon jól sikerült előadásoknak lehettünk fülés szemtanúi. Úgyhogy ehhez nagyon gratulálok a tanulóinknak, és hát természetesen a felkészítő tanároknak, hiszen nélkülök úgy gondolom, hogy nem jöhetett volna létre. Azzal, hogy most lezárjuk ezt a tanévet, még nem ér véget ez az időszak, amiben most benne vagyunk, hiszen ez a pezsgés, ez az izgalom, ez tovább folytatódik. A hétvégén a kis zenekarok közösen a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola kis zenekarával egy táborozáson részt venni itt helyben Tiszafüreden, úgyhogy ez közös próbákat fog eredményezni, közös kirándulásokat, illetve két koncert is megszervezésre kerül, az egyik az Tiszafüreden, a másik pedig Balmazújvároson, úgyhogy aki teheti, azt biztatom arra, hogy vegyen részt ezeken az eseményeken. A Tiszafüredi Ifjúsági Fogózenekarral sem ér véget a tanév végével a munka, hiszen rengeteg nyári felkérésünk van. A jövő héten Montenegróba utazik a zenekar, egy hetet fogunk ott tartózkodni, Herceg-Novi városában egy fogózenekari fesztiválon fogunk részt venni, és hát nagyon sok lehetőségünk lesz kipihenni a tanévnek a fáradalmait. És hát ahogy hazajövünk, belföldi szereplések várnak ránk, Tokaji, illetve Szihalmi Fogózenekari Fesztivál, részt fogunk venni a helyi halaslapokon, Tour de Operán, valamint felkérést kaptunk a Debreceni Világkarnevára is. Szóval hasonló izgalmak állnak még előttünk, mint amelyek vártak ránk ebben a tanévben. Kedves tanulók, tisztelt szülők, kollégák, mint ahogy mondtam, nagyon tartalmas tanévet zártunk, rengeteg örömteli eseménnyel. Ezekre való felkészülés pedig rengeteg munkával, odafigyeléssel és szervezéssel jár. Úgy gondolom, hogy minden gyakorlással töltött percért megérte, hiszen gyümölcseként fantasztikus produkciók születtek, és minden tanuló fejlődött, előre jutott.
Köszönöm minden kollégámnak az akkurátus munkáját, a tanulók egyénre szabott precíz felkészítését, a tanulóknak pedig a rengeteg gyakorlás, szüleiknek pedig az, hogy támogatják őket ezen az úton, támogatják őket zenei képzésükben. Úgy gondolom, hogy a jól végzett munka után a legédesebb a pihenés, ennek nyomán kívánok mindenkinek feltöltődést, a nyári szünetre, szeptemberben pedig újult erővel innen folytatjuk tovább. Ezennel a 2021-es, 2022-es tanévet bezárom. Ünnepségünk természetesen ezzel nem ér véget, a következőkben egy nemes feladatnak szeretnék eleget tenni. Egy kitüntetést fogok ugyanis átadni. A díjat egy kedves kollégám kapja, aki már több mint 3 évtized ebben az intézményben dolgozik, és megbecsült tagja a tantestületünknek. Még mielőtt elárulnám a részleteket, szeretném megkérni a díjazottat, hogy amíg felolvasom méltatását, fáradjon ide mellé. Az elismerést zongora tanárom Taraszok Oleg kapja. Taraszok Oleg, pedagógus, munkaközösség vezető, 1957. április 28-án született Munkásvárosában. 1972-ben felvételt nyert az Ungvári Zeneművészeti Szakközépiskola zongora szakára. A szakközépiskola elvégzése után 1979-től a Munkácsi Tanítóképző Szakközépiskola zongoratanára és korrepetitoraként dolgozott. 1984-ben felvételt nyert a Drohibicsi Frankó Állami Tanárképző Egyetemre, zenetanár szakra, melyet 1989-ben sikeresen elvégzett. 1985-től az Ungvári Művészeti Szakközépiskola zongora tanára és korrepetitora volt. Az akkor megalakult Ungvári Dixieland alapító tagja, mely révén sikeres koncertkörutakat tudhat maga mögött. 1991-ben Magyarországra költözött családjával, Tiszafüred városába, az volt a zeneiskolánk megbecsült zongoratanára és korrepetitora. Közel 30 éve zongoratanári tapasztalata visszatükröződik a tanítványok eredményein, növendékei gyakran vesznek részt és kérnek el kimagasló eredményeket országszerte. Munkáját rendkívüli tapasztalat és töretlen odaadás jellemzi. Az ő nevéhez köthető a Tiszafüredi Gyerek Dixieland megalapítása, mely együttes munkájára az országos sajtó is beszámol. Alapítója és tagja a tanári Dixielandnek, melyel többször értek el sikereket a régióban és országos versenyen. Aktív részvevője Tiszafüred kulturális életének, fellépései során több formációban megmutatta tudását. Ukrajna, Magyarország, Szlovákia, Csehország színpadain számos alkalommal szerepel. Farsangi hangversenyektől a tanári koncertekig, szóló zongoristaként, kamarazenészként egyaránt bizonyította hozzáértését, tehetségét. Taraszok Oleg a 2022-23-as tanévtől nyugdíjas éveit tölti, de óraadó pedagógusként remélhetőleg hosszú-hosszú évekig munkát vállal továbbra is iskolánban. Taraszok Oleg kiemelkedő munkájának elismeréseként professzor dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztere, pedagógus szolgálati emlékére miniszteri elismerést adományozott. A díjhoz nagy szeretettel gratulálok.
következőkben ünnepi hangversenyünkre fog sor kerülni. Elsőként Taraszova Leg növendéke fog fellépni, Kűcs Evelyn, aki Grieg Nocturne-t játssza. Thank you.
következik Samodai Botond Bendegúz, aki Handel C-moll koncertójának első koncertjét adja elő trombitán, zongorán közben működik Tavaszol Marianna tanár. Thank you.
Csutai Kíra, lengyelbíró Ágnes tanárnő növendéke fog következni, aki klarinéton Erik Leduir Klopinet című művét adja elő. Taraszolom, ha Marian tanárnő fog közleműködni, ugyancsak.
ünnepi hangversenyünk utolsó műsorszámaként kérem hallgassák meg Cinege Anna Máriát, aki a kupolán előadja Masétán meditációját, zongorák közleműködik Tapszik Mariannak.
köszönjük szépen a tanulóknak, felkészítő tanároknak ezt a gyönyörű koncertet, és köszönjük szépen Raszló Marján tanárnak a gyönyörű kísérletet. Tanévzáró ünnepségünket követően kerül sor a bizonyítvány osztásra, melyet minden tanárnál az adott tanteremben tudnak majd átvenni, tehát magyarul minden tanulónak oda kell mennie, ahova jár órára, amit pedig hangszeres órára.